És a cukrászdára mit emlékeztél? Mire emlékezel? Amit te Imre? Cukrászdának hívsz. Melyik cukrászda? Ami ott volt föl a dombon? Lent. Vagy ami lent volt a kültéren? Lent volt a kültéren. Ja. Abban az időben még lent volt. Hát mikor szembe volt vele a hévállomás. Igen. És mellette volt egy nagy épület, amelyik a mozi volt. Igen. És a cukrászda meg a mozi között volt két ajtó. Igen. És például abban az időben a mozi részfelvételek voltak, mint tudom én, volt szünet közben. Mm. Első rész, második rész, sokszor harmadik rész. És akkor jöttek az emberek a moziból, egy nyalófagylaltra, meg nem tudom mi, és volt, hogy jó apád megkért engem, hogy segítsen ki. Emlékszel az autóra, ahol leragadtunk? Emlékszel ottan? És fel kellett egy jackolni? Mm-hmm. Emlékszel, hogy lent a téren? Az Éva is volt, azon a részen volt a cukrászda. Szóval ott arról a részről beszél az Imre. A cukrászuk az pedig nem a fő utcán, ahol a hív járt, hanem egy ilyen följebb, ahol a templom is volt. Ja. Na, ott volt egy régi kis ház. De minek hívták azt az utcát? Kossuth Lajos utca? Azt vagy? Már nem tudom. Azt már nem tudom. De tudom azt, hogy mikor én... Ja. Would you like something to drink? Seltzer, something? No, coffee and cake is perfect to finish with. Any seltzer? No, would you like something perfect. To drink? Thank water, seltzer? Yeah. Are you sure? It's all right, enjoy. Honey? És Imre most elmeséli a cukrászdánkat. Okay. Apukámnak egy nagyon híres volt, mert jó süteményeket csinált, és csak egy cukrászda volt, tudod? Hogy a barnáékat mindenki ismerte. Abszolút. De voltak dolgok, hogy nem ekkora, ennél nagyobb márványozta volt. Ja. És mikor jött a úgynevezett késő őszi téli szezon, akkor már a fagylalt nem ment semmi, jött a gesztenye püré. Ja. És a gesztenye pürét már ekkora nagy, mit tudom én, 20 kilós csomagokban hozták. Mm. És volt egy idő, amikor ha én kimentem oda hozzájuk, a jópád mindig mondta, akar segíteni? Azt mondja, vagdossák ki belőle olyan darabokat, hogy egy-egy adag, mert az bement a prézsgépbe, lett egy kis slágszám, tehát egy tejszínhab, hab, és akkor egy adag kutyivel rá lett nyomva tetejére. És akkor a mozinak volt pihenője, vagy vége. Igen. Ott volt 20-30 ilyen adag, és aki éppen ott volt, általában jó anyád. Az, pillanat, most nekem vagyok jó anyád. Erzsébet, a Paninak a felesége. Igen. Az neked édesanyád volt, vagy fogadott? A Pani? Az én édesanyám Erzsébet volt, a neve Bisiszkovics. Azok valahol, ahogy tudják, Székesfehérvár vagy Veszprém környéken laktak. Aha. Bisiszkovicsek. Azok szláv, ilyen úgynevezett bosnyák család volt. Az apja valami vitézre lett avatva az első világháborúban. Nem tudom, de tudom, hogy amivel pénzt keresett, matracokat abban az időben nem volt olyan, mint most, egy plasztik, meg műanyag, meg nem tudom mi, hanem volt lószőr, és azt betették ilyen nagy párnákba, és össze lett varva, ilyen úgynevezett csomókba, és hogyha valamit túlságosan sokat nyomták laposra, akkor elvitték, szétbontották, fölütötték ilyen habosra, a lószőrt, minden csak lószőrt használtak. És aztán vissza lett töltve, és meg lett csinálva a formája. Na, ez volt neki a keresetője. És te voltál Nusi nénivel horgászni sokat? Ja, az a Madarkovics. Nederkovics. És a férjének a neve Markovács. Markovics. Markovács.
Géza. És ő a Géza. Budapesti városi mérnöki csoport. Kultúrmérnök volt. Volt. Én úgy tudom, hogy a városnak volt mérnöke. Mérnöke is. Ő tervezte a Városligeti kocsa pályát. Nem igaz. Ja. Az már rég megvolt, mikor iskolát végzett. Itt volt bérlete, ingyen bérlete, oda menni. Ja. És az apukám ott tanított kocsajázást is. Azt is megtudtam, de nem tudtál róla, ugye? Kicsoda? Mikor apukám, mielőtt megesküdött, tanított kocsajázást ott a jégpályán. Sajnálom. Mondjuk ezek nem voltak nekem rész. Mondjuk nem tartottuk annyira szorosan és olyan sűrűn a... Te nem mentél valami operát megnézni a Nusi nénivel, vagy valamit? Nem. Nem. Nagyon furcsa volt, ez egy furcsa, két nagy szobájuk volt. Mind a kettő ránézett a Dunára. Dunára? Jó. Mind a kettő ott volt, a villamos járt a 9-es, és mögötte volt a Rapport. Na és az ő ablakuk mind a kettő. De melyik oldalán? Budán vagy a Pest oldalon? Budán. Budán? Ja, hegyen. Ott volt a Fő utca, és az ő részük volt a Fény utcánál. Ott Halász utca, nem Fény utca, Halász utca. Aha. És a Gézának voltak olyan magyar hülye dolgai. Ja. Az orrával, ja. Neki bejáró nő volt, aki takarított, meg rendet csinált. Neki volt ezüst, korti pengős, öt. Ja, mondtad, ja. És ezt mindig a nőnek ki kellett fényesíteni. Ja. És azt ő hordta a zsebibe, és mikor beszélt valakivel, azt mindig csörgette. 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 Na most, hogy ez őt ne zavarja semmi, a Nusinak föl kellett tenni plafontól a földig érő sötét, nehéz függönyöket, hogy a hangot, ha valami. Oda jöttek azok a növendék énekesek. Igen. Hogy ne zavarják a Gézát. Annak ellenére úgy tudom, hogy éjszaka vagy este nem volt semmi, csak nappal. Ezt össze volt húzva, és ott ő tanított énekelni. Kis köpcös kis nő volt. Ő volt, aki szeretett horgászni. Ővele mentem többször le, akaratján, ott volt egy mély, hát majdnem, hogy kapaszkodni kellett út, ami lement a vízig, és a tetején, nem messze az ő házuktól, volt egy óriási fa, amit nagyon messziről lehetett látni. Ha jól tudom, gesztenye fa volt, és úgy hívták, hogy Rákóczi fa, mert hogy állítólag abban az években tették azt el. Szóval ez volt. Nem meg aztán az, hogy a Alinak volt egy kocsija, egy DKV. És ez a úgynevezett háborús kiadás. De kár, hogy vetted. De kár volt venni, ja. Menni. Ez egy háborús kiadás volt, amikor nem volt fény. Nem. Úgyhogy a hátsó ajtók fonérból voltak. Aztán utána a háború után csináltak olyat, ami fémből volt, de rá volt ragasztva plasztikról ilyen funér. Ja. Nekem is volt egy paniakom ilyen. Jó kocsi volt semmi, csak ez van furcsa abban az időben. Igen. És nem volt neki teteje. Kabinet volt, ki volt nyitva. Ja, ja. Aztán sokszor öten is ültünk abban a kis patlak kocsiban. De a sebességváltó az elmúlt egy kilincs az ajtó. Igen. Azt ki kellett húzni, megfordítani, visszaengedni. Nem így, mint most vannak, hanem egy tudom múlta, hogy hívják. Igen. Ezek ügynek visszajönnek, amik voltak. És 56-ban akkor fent volt a cukrászdánk, ottan a... Vegyél fel egy papucsot, légy szíves, mielőtt a lakó. Na, nem, mert mindent már felvett. Ott a temetőnél volt egy cukrászdánk, fent a hegyen, a 56-ban. Arra nem emlékszel, ugye? Hát én mondjuk én 50... Emlékszik, mert mondta, hogy mennyi észét csinálta a keresztapja. Hogy ne emlékeznek? Igen. Emlékszik?
Szóval apukám volt a te bérmapapád, vagy keresztpapád? Bérmapapád. És vett neked egy puskát. Egy puskát. A mi sokáig meg is volt, ha jó dolog, jó, hát mondjuk mi. Ja. Megjött ez muszik vele? Az ember valamire. Ja, ja. De nekem ott volt elég sok, mert nekem két kollégám volt, akikkel együtt dolgoztam ott a Diósdi csapádjának. Ja. Az egy nagyon gazdag sváb vidék volt. Aha. Háború előtt. Itt nekem volt egy nagyon nagy, hogy mondjam, most már nyom, azt mondtam, udvarról. Ja, te 56-os vagy, igaz? 56 előtt, 56-ban én eljöttem. Eljöttél. És engem ott kirúgtak, mert az apám maszek volt. Ja. Maszek az azt jelenti, persze, hogy tudom, tradesman, ja. Műhelye volt neki. Ja. És én akkor kerültem át, el tudtam menni. Sőtlen akartam, nem akartam rosszul mondani. Megvan a papíros róla. Ja. A Váci utcán, Frangepán utcán volt egy úgynevezett geofizikai mérőműszerek gyára. Aha, ja, ja. És én oda felvettek engem, mint speciál inspektornak. Igen. Ezek olyanok voltak, hogy autókat átalakítottak, teherautót laboratóriumra. És a legtöbbet a kínaiaknak szállították. Igen. Mert ott nekik nagyon kellett az úgynevezett nyert olaj, meg ilyesmi. És ez kiment valahova, amit sejtettek, hogy ott lehet, hogy van valami. Leparkolták a trakkot, persze ez nem egy-két nap, egy-két hónap, és fúrtak a mélybe. És amikor elértek egy bizonyos mélységet, és egy bizonyos anyagot találtak a földbe, akkor leengedtek egy robbanó asztalt.